Hello, srácok, én nem vagyok, ez fog itt egy újabb tarkos videó. Ebben a videóban Skinek a küldetésével a no whipping gel fogunk foglalkozni. A feladatunk, hogy sorlányon belül meg kell találnunk a Smuggler Campet, és ennek a campnek a területén meg kell ölnünk 25 darab bármit. A sztori szerint Skirnek az emberei voltak itt, akik valamiért elhagyták a pozíciót és azóta se jelentkeztek, viszont itt hagyták a rengeteg sok lootot. Ezeket a lootokat pedig szépen lassan elkezdték kifele hordani, ugye ez kevek meg Ugye más entitások, és kér pontosan ezért kér meg minket, hogy ugye 25 bármit lőjünk le, hogy egy kicsikét kedvüket szegjük a különböző lootolóknak. A küldetési oldalat tényleg az, hogy bármit meg lehet ölni, és bármivel, szóval nem kell specifikusan felöltözni, plusz ugye más küldetésekkel is össze lehet kombozni, hogyha mondjuk ak kell kell vagy hasonló finomságok. A probléma viszont az, hogy hiába van egy nagy területünk, amin belül a kileke számolja, amúgy nem kell a területen belül lenni, hanem a területen ki Kívülről, hogyha megölünk valamit, ami a területen belő van, akkor is számolja a küldetésből. De a gond, hogy a kutya se jár ide. Tehát, hogyha tényleg mostantól kezdve elkezdeném ezt a küldetést csinálni, akkor talán a wipe végére meg lenne a küldetés. De amúgy senki nem jár ide. Hiába van itt alapvetően loot, nem érdekel senkit. Más küldetés nem küld ide, ugye kivéve az eagle line miatt ide kell jönned a drónba, ki kell szenned. Tehát az is egy wipe elejé küldetés. Tehát aki úgymond végzett shoreline-on, amúgy se jön vissza shoreline-ra, mert mindenki ezt a mappat. De a lényeg az, hogy én például próbálkoztam pmc be háromszor kimenni, ugye itt van a közös kiárat a Smuggler és nem sikerült a háromszor kifognom egy Skev playert, aki véletlenül erre sétált volna. Ugyanezt próbáltam Skevként is, hogy ugye lövöldeztem az égbe, próbáltam ide hívogatni a PMC-ket, senki az égvilágon nem jött, és Skevekkel összesen egész wipe alatt két darab skev találkoztam itt bent, egyszer volt egy player Skev, egyszer pedig egy gépi Skev volt valahol lófrált a mezőn belül és hiába pozícionáltam PMC-vel össze-vissza, próbáltam különböző pozíciókat felvenni, ahogy láthatjátok itt a videón is. Ezeket próbáltam innen tartani a kempet, hogy hát ha így bejelennek a skevek, vagy elkapok egy playet, de adtam neki egy olyan 10-15 raidet, és inkább feladtam az egészet, nem foglalkoztam vele. Vannak más értelmesebb küldetésük is ebbe a játékba. A másik dolog pedig, amiért erre a küldetésre nem érdemes ráfeszülni, az az, hogy nincs utána más küldetés, második pedig, hogy nem kap a küldetés, még jelenleg hál' Istennek, de addig ez a küldetés amúgy is értelmetlen lesz és nagyon lassú, ameddig uh, nem raknak be ide valamit, hogy kicsikét uh, sokkal uh, pvp-sebb legyen. Például ugye berakhatnánk azt, hogy a gunszok is ide bejelenjenek, vagy szanitárék, vagy valami hasonló finomság, szóval lehetne ezen még gyúrni, hogy egy kicsikét jobb legyen a dolog, és olyan küldetéseket is berakhatnának majd később, amik ugye ide szólnak erre a környékre, akkor ez a küldetés úgymond hip-hop meg lenne, de jelenleg nem is érdemes rá időt pazarolni. A küldetésről pedig röviden ennyit, én köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videóban.